A Szekszárdi Babits Mihály Nyugdíjas Egyesület már harmadik éve vesz részt a rendezvényen. A hagyományos tojásfestő módszereket tanítják meg az érdeklődőknek. Rendesen viaszt. Jobban mondva, a gyertyát már viaszt nem igazán lehet kapni. És gyertyával melegítve. Jókedvűen és szívesen mutatják meg a fiatalabb korosztálynak a régebbi technikákat. Szeretettel csináljuk a fiataloknak, a gyerekeknek, az idősebbeknek, szívesen megmutatjuk, hogy mit tudunk. A gyerekek dekorációkat készíthetnek, amiben a különböző szervezetek és csoportok adnak nekik segítséget. Egy ilyen szívas húsvéti kopogtató. Minden korosztály megtalálhatta a számára megfelelő elfoglaltságot. És mindenki szerintem a saját érdeklődésének megtalálja is korosztályának, hogy mi az, amit szeretne, mert vannak egyszerűbb dolgok, mondjuk ilyen festés, rajzolás, színezés, ez még nekem is kihívás, tehát itt varni, és majd a gyerek is belesegít, hogy ő meg majd kitömi. A családoknak évről évre kellemes kikapcsolódást nyújtanak ezek a húsvéti programok. Minden évben szoktunk jönni farsangkor is van, karácsony előtt, húsvét előtt, és mindig szoktunk jönni, igen. Nagyon jó programok vannak, mindig van valami kis zenés koncert, arra a gyerekek tombolnak, buliznak, és nagyon jó program ez egyébként itt Szekszárdon. Zenés műsorral és szórakoztató fellépőkkel is készültek, mondta Gödrei Zoltán, a rendezvény szervezője. A 2024-es húsvéti játszóházra a Tücsök Zenész Színpadnak az ifjúsági csoportját hívtuk, éppen ők állnak most a porondon, de hát érkezik, sőt már megérkezett Nagy Molnár Dávid is, ő második helyezett világbajnok bűvész, tehát biztos, hogy előhúzza majd a nyuszit abból a bizonyos cilinderből, és hát vannak olyan szervezetek, intézmények, akikkel együtt működünk, tehát akiknek az asztalához oda lehet ülni és kézműveskedni lehet. Kötetlen szabadjátékra, táncra is van lehetősége a gyerekeknek az ücsörgősebb asztali programok mellett. Én azt gondolom, hogy ez tényleg egy olyan program, ahol minden kisgyerkőc megtalálja a számára a legmegfelelőbb programelemet, lehet szőnyeget is terítettünk le, lehet játszadozni, mindenki nagyon-nagyon jól érezheti magát, és egy nagyon-nagyon jó hangulatú program ez egyébként. Ez egy ilyen tökéletes vasárnap délelőtti történet. 9 és 1 óra között várjuk itt az apróságokat, és hát kitöltjük ezt a, nevezzem így, műsoridőt alaposan. Az esemény lehetőséget ad arra, hogy a gyermekek megfelelő módon kikapcsolódjanak, alkotásokat készíthessenek, amiben mindig örömüket lelik, ezúttal a húsvéti témakörben.